Talpra magyar, híja haza, itt az idő, most vagy soha. Rabok legyünk vagy szabadok, ez a kérdés, válasszatok. A magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Rabok voltunk mostanáig, kárhozottak ősapáink, kik szabadon éltek, haltak, szolgaföldben nem nyughatnak. A magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Sehonnai bitang ember, ki most, ha kell, halni nem mer, kinek drágább rongy élete, mint a hazabecsülete. A magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Fényesebb a láncnál a kard, jobban ékesíti a kart, és mi mégis láncot hordtunk, ide veled régi kardunk. A magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. A magyar név megint szép lesz, méltó régi nagy híréhez, mit rákentek a századok, lemossuk a gyalázatot. A magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Hol sírjaink domborulnak, unokáink leborulnak, és áldó imádság mellett mondják el szent neveinket. A magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Biztos úr, miniszteri biztos úr, polgármester úr, kormány megbízott úr, nagy tiszteletű úr, elnök úr, hölgyeim és uraim, kedves karcagi földieim! Üdvözlés születésed napján, magyar szabadság! Először is én üdvözöllek, ki imádkoztam és küzdöttem érretted. Írja naplójában Petőfi Sándor 1848. március ídusán. Ezen a márciuson a magyar szabadság ünnepét háttérbe szorítják a világpolitikai események. De ezek segítenek annak felismerésében, hogy milyen fontos, amiben évtizedek óta élünk. A béke, a szabadság, a biztonság. A járvány okozta egészségügyi válsághelyzet után felszabadultság helyett most minden erőnkkel azon kell dolgoznunk, hogy a szomszédunkban zajló háború mielőbb véget érjen. Hogy a fegyveres konfliktus minden egyes menekültje szállást és élelmet kapjon nálunk. Hogy a háború gazdasági következményei ne rójanak elviselhetetlen terheket a magyar emberekre. Magyarország történetének legjelentősebb humanitárius segélyakciója zajlik, mivel a háború kitörése óta már több mint 200 ezer menekült érkezett hazánkba, Ukrajnából. A magyar emberek az elmúlt évtizedben helytálltak minden válságban, és most is helytállnak. A magyar állam intézményei felkészültek arra, hogy minden menekültről gondoskodjanak, a hosszabb ideig maradók számára munkát, a gyermekek számára iskolai, óvodai, vagy bölcsödei ellátást biztosítsunk.
A kormány működteti a Híd Kárpátaljáért segélyprogramot, amelyhez a magyar embereknek köszönhetően folyamatosan érkeznek az adományok. Emellett a Kárpátalján maradtakról sem feledkezünk meg. Már 583 millió forint értékben 800 tonna élelmiszert és 200 tonna higiéniai terméket szállítottunk Kárpátaljára, illetve az egészségügyi ellátásban is segítő kezet nyújt Magyarország. Tegnap estig 1500 segélyszállítmány lépte át a határt Magyarországról Ukrajnába. Ezúton is szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik segítik ezt a munkát. Tisztelt ünneplő közösség, hölgyeim és uraim! A jelenlegi kormány számára magától értetődő, a határon átívelő nemzeti összetartozás, magától értetődő a békére törekvés. Emellett pedig minden kormányzati döntés meghozatalánál a legfontosabb szempont, amit szem előtt tartunk, a nemzeti érdek. Magyarország alapvető érdeke kimaradni ebből a háborúból, és európai összefogással segíteni a béketárgyalások előre mozdulását. Ünneplő közösség, 1848-49 hősei nem háborút akartak, hanem békét és szabadságot. Víziójuk és céljuk segített utat találni a legnehezebb időben. Ennek a víziónak a legfontosabb sarokköve pedig akkor is a nemzet volt. Ahogy Kossuth Lajos mondta, sajnos nagyon időszerű, nem képzelhetni átkosabb, undokabb bűnt, mint játszani a polgárok vérével s egy nemzet nyugalmával. Nem egyedül állunk Európában, és erősek, csak szövetségeseinkkel együtt lehetünk. Ám, ha még történelmünk számos eseménye nem lett volna elég, az elmúlt évek történései rámutattak. Nemzeti érdekeinket mindig, minden időben meg kell védenünk. Ez a mi dolgunk, ez senki más nem teszi meg helyettünk. Nemzet és nemzeti összetartozás nélkül a jövőnk elképzelhetetlen. Az elmúlt 10 év kormányzásának legfontosabb döntéseinek középpontjában is nemzetpolitikai célkitűzések álltak. A családtámogatásokkal a gyarapodás, a munkahelyteremtéssel és ennek megvédésével a boldogulás, a vállalkozások támogatásával a fejlődés kívánalmát vetítettük előre, majd értük el. Elértük, hogy az elmúlt 10 évben duplájára nőtt a családoknak nyújtott támogatások összege, és Európában leggyorsabban nő a születésszám. Elértük, hogy 2010-hez képest ma 1 millió emberrel több dolgozik Magyarországon, és több mint kétszeresére nőtt az átlagkereset. Elértük, hogy a magyar gazdaság mutatja az egyik leggyorsabb növekedést az uniós rangsorban. Ezekhez az eredményekhez nagyban hozzájárult, hogy a magyar emberek érdekei számunkra a legfontosabbak. Ünneplő közösség, hölgyeim és uraim! Egy fenyegető háború árnyékában a magyar szabadságharcot ünnepeljük. A mai nap egyetlen üzenete nem lehet más, mint a béke kívánalma. Béke, béke már, ahogy Babits írta a II. Világháború borzalmaihoz közeledve. Amíg ezt a nemzetközi diplomáciának nem sikerül elérni, őrizzük Magyarország stabilitását, és azokra figyelünk, akik számára Magyarország menedék. Mert abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy képesek vagyunk számukra mindent megadni, amire ebben a helyzetben szükségük lehet. Legyen béke, szabadság és egyetértés. Szép ünnepet kívánok, köszönöm, hogy meghallgattak.